So yeah, stop. Akkor ilyen új profilról. Mert ezen megy. Igaz, 2 órától küzdöttünk. De most már azért csak összeállt. Üdvözlök mindenkit, akkor átmenet időben ez lesz az a profil, ahol élőzni fogok veletek. Annyi minden van, azt sem tudom, mivel kezdjünk. Na de kezdjünk akkor az osztrák eseményekkel, jó? Kezdjük akkor az osztrák eseményekkel. Az a hír járja élő videók formájába, hogy Ausztriába feloldottak mindent, megszüntették a korlátozásokat. Megszüntettek mindent, mindenki tud menni jobbra-balra. Holott rosszul lett csak fogalmazva, az a hölgy, aki készítette a videót, az csak rosszul fogalmazott. Nem gondolnám, hogy szándékosan vezette félre az embereket. És akkor a mai nap a rádiós interjúban Gyuri is mondja, hogy hát Ausztriában megszűnt minden. Mondom, nem szűnt meg, hát hogy szűnt volna meg? Hát tudom, a húgomtól, ő is kint dolgozik, meg éppen egy kedves ismerősemmel beszélgettem, hogy 2G van. Tehát megszűnt a karantén kötelezettség az oltott társadalmat illetően, tehát nekik szabad a mozgás, viszont az oltatlanok továbbra is karanténban vannak. Továbbra is. Gondolom, hogy csak egy fogalmazásbeli probléma volt, mert én nem láttam ezt a videót. És hogy nem látok valamit, így nem fogom véleményezni. Viszont, hogy értsétek is, hogy mennyire komoly itt a helyzet. Ugye Nyugat-Európából majd lassan haza fognak jönni a hazánk fiai Nyugat-Európából karácsonyra. Ausztriába hétfőtől úgy lehet végigmenni, még tranzitba is. Tehát ha neked nincsen dolgod Ausztriába, de Németországban viszont van, vagy Németország felől jössz és haza szeretnél menni, hogy csak tesztel. Még az oltottnak is kell a teszt. Tehát hiába van 3 vakcinád, belépéskor kell a teszt. És az oltás az véd, ugye? Az oltás véd. Meg életet ment. Ti azt hiszitek, hogy ennek az egésznek vége lesz? Közeljövőben. Ti azt hiszitek, hogy ha leoltják a lakosság 80-90%-át, akkor vége lesz? Sose lesz vége, még nem állsz ellen. És a rádió műsorban elmondtam, hogy nekem volt egy nagyon jó barátom, aki bennünket, voltatlanokat erősített, és ismerjük egymást már hosszú-hosszú évek óta is. Iskolában is egymás mellett ültünk
és a harmadik oltás után kidőlt. Covidos lett. És akkor a válasz, ami meg fogtok lepődni, hogy mi oltatlanok, mi egymást nem fertőzzük. És akkor megkérdeztem tőled, hogy miért oltattad le magad? Ha mi oltatlanok, egymást nem fertőzzük, akkor miért oltattátok le magatokat? Nem vettétek észre, hogy bennünket ezek a nyavaják gyakorlatilag elkerülnek egy kis torokkaparással, náthába, pillanatok alatt kijövünk belőle vitaminokkal? A súlyosabb esetben kell az ivermektin. A legsúlyosabb esetben kerülnénk kórházba, de nem kerülünk el odáig. Mi, akik itthon átvészeljük, élünk, virulunk, semmi gondunk nincsen, kórházi helyzetet már nem kívánom ecsetelni. Azt nem kívánom ecsetelni, azt úgyis látjátok a kórházakat, úgyis halljátok. Most a mai számokat nem is néztem meg, mert jön a telefonra értesítés, tehát azt hiszem 144 honfitársunk halt meg. A számok most már egyre jobban mennek fölfele, mint ahogy látjátok. Most már 6000-es fertőzött szám van megint, de már volt 10000-es is. Elindult főfele, mint a forint-euró árfolyama, ez már lassan 370 forint környékén lesz megint egy euró, de erről senki nem beszél. 368, senki nem beszél róla. Sose lesz vége, ha nem állsz ellen. Soha nem lesz vége. És akkor ugye a hatályos rendeletek alapján hatályos rendeletek alapján az első két oltást felvevők, amennyiben nem veszik fel a harmadik oltást, oltatlani státuszt kapnak. Hát akkor örömmel értesítek mindenkit, hogy ismét 6,5 millióan vagyunk oltatlanok. Hát egyre több ember nem veszi fel az első két oltás, vakcina után a harmadik oltás, tehát oltatlani státuszt fognak kapni, tehát újra 6,5 millióan vagyunk. Csak azt mondjátok, hogy vége lesz, soha nem lesz vége. Ennek ebbe a formába soha nem lesz vége. Ezt kell végre mindenkinek megérteni. Soha nem lesz vége. Az, hogy nálunk elkerülik a szigorításokat, vagy sem, most ugye azt mondták, hogy igen, jól teljesít az ország, nagyon jó intézkedéseket hozott a kormánypropaganda, és jelen pillanat, figyeljetek, nem tartják még szükségesnek, meg indokoltnak a korlátozások bevezetését. Ergo, ők végezték a faszamunkát oltatlanul, ők, a mocsok a rohadt oltatlan társadalom miatt van ez az egész, ők oltatlanok, ők a miniszterek, ők oltatlanok, de a társadalom nagy része, amelyik újra oltatlan, azok miatt kell majd a szigorítás. Azok miatt. De egy oltot nem mertem megkérdezni ezt az oltatlan köcsök brigádot, ami bennül a parlamentben, hogy te cucukám, hát mi van? Rátok nem vonatkozik a törvény, vagy a rendelet? Nem vonatkozik? A törvény és a rendelet? A törvény és a rendelet megalkotójára nem vonatkozik? Mert még egyszer is elmondom, hogy önmagukra nézve alaptörvény ellenesnek tartották a kötelező vakcinázást a képviselők. A parlamentben mindenki le van bökve, még a legutolsó takarítónő is, de ők az urak, ők nem. Ők nem. És akkor még egy élő videó, ami hol föltűnik, hol eltűnik, hol föltűnik, hol eltűnik. Ez a nővéres, a tegnapi, amit láttatok, hogy a gyászoló család vett föl kamerán keresztül. De jól is csinálták, hozzáteszem, mert így legalább látszódik az igazság. Másfél millió forint. Másfél millió forintra bírságolják a kirúgás
mellett a sintéreket, nem nővér volt, azért mert van rajta egy fehér ruha, egy mocsok, rohadt sintér, és nem kérek érte elnézést senkitől sem. Azért mert fehérben van, mert benn dolgozik a kórházba, attól még a sintértelepen lenne a helye, ott is dolgozik. Szóval a hölgyike elmondta, hogy 1,5 millió forintra bírságolják, meg kirúgják, ha kipakol. 1,5 millióba kerül az emberélet és a gerinc. 1,5 millió forintba kerül az erkölcs. Ma Magyarországon ennyire lehet megvásárolni az erkölcsöt, vagy adok egy papírt, hogy 1,5 millióra büntetlek, hogyha kimered nyitni a szádat. És ezt elismeri a nővér, vagy ez a fehér ruhás sintérnéni, elismeri az élő videóba, hogy neki a munkája többet ér, mint a te életed. Neki a 1,5 milliós fenyegetettség többet jelent, mint a te életed. Ez benne van ebben az élő videóban. Ez a lényege ennek az élő videónak. Ez a lényege. Hogy szint vallott, hogy neki 1,5 millió forint. Annyira bírságolhatnád. Annyiba kerül a te életed. És nehogy azt hitt, hogyha te kerülsz a keze közé, akkor a te családodat majd hitelesebben fogja tájékoztatni, mint azt a családot, aki ott állt vele szemben. Ne gondold. Ne gondold, hogy empatikusabb lesz. Ne gondold. És halljátok, nem lehet a halottat felöltöztetni. Hallottátok? Nem lehet. Nem Covid-ba halt meg, ezt is elismeri. Tehát csalást követnek el. Szándékosan tévedésbe ejt, tévedésbe tart. BTK, jogászok, ügyvédek, lehet takarodni a rendőrségre, azt följelenteni a hölgyet, mutassátok meg, mekkora hazafiak vagytok, takarodó az összesnek, még mielőtt benneteket is össze nem szedünk, az összesnek. Csak nézzétek meg, mit mond. Tudom, hogy nem Covid-ba halt meg, ha de Covid osztályon volt, azt kell ráírni. Ha én a szülésznőgyógyászaton meghalok, mit írnak rá? Szülés közben érte őt a szörnyű nagy halál? Vagy mit írnak rá? Gyerekek! Hát ha valaki nem covidos, akkor miért írják rá, hogy covidos? Elismerte, hogy nem covidos volt, de mivel, hogy a covid osztályon feküdt, gyerekek, ezért covidos. És elismeri. És nincsen egyetlen fasz a tökös ügyvéd, aki ezt megrángatná. Nincs. 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 Hallottátok. És akkor mondjátok, ez milyen nővértársadalom az ilyen? Mi folyik a kórházakba gyakorlatilag 21 hónapja? Mi folyik? És akkor tagadja, hogy ő a BTK-t megsértette volna. Hát ő ismerte el, előtte. Hát ő ismerte el előtte, hogy nem Covid-ba halt meg, de nekik azt kell ráírni, mert a Covid osztályon volt. Méltóképpen a halottainkat nem tudjuk eltemetni, nem lehet őket felöltöztetni, hallottátok? Csak egy maszk. Csak egy pár nap. Aztán túl vagyunk rajta. Csak néhány hét. Egy kis szigorítás. Egy kézmosás. Kell még kezet mosni? Mert arról most nem szólnak, hogy kell kezet mosni, mert a vírus megragad a kezeden, a vírus, és leharapja a kis ujjadról a körmöt. Azért kell gyorsan megmosni szappannal, mert meg kell mosni szappannal, de üzenem ennek a sok okosnak, hogy én már akkor is szappannal mostam kezet, mikor még nem volt divat. Ennyire? Nem volt divat, de most kell még kezet mosni, vagy most már abba hagyhatjuk. Azóta a fertőtlenítők, gyerekek, már fertőtlenítő gyárakat épülünk Magyarországon, mert a sok kör veszi a kézfertőtlenítő. Gyerekek, biológia, bazd meg, hát a vírus nem marad meg sehol se. Nem áll a pénzen, meg a bevásárlókocsinak a fogantyúján. Láttam olyan ökröt máma Németországban, kesztyűbe vezetett. Épp a rádióban beszélt, hogy onnan jutott eszembe a kesztyű. Kesztyűbe vezetett, maga után. Egyedül maszkba.
Egyedül volt, maszkba, kesztyűbe. Az agyrágó bogár már meghalt. Nála, hó, 10 éve. 10 éve. Kemékezett most? Írjátok meg, mert én nem láttam most ilyen posztot, hogy egy pár hét, egy kis maszk, és karantén. Mondjuk abban a 3 hétben, míg otthon voltunk, abban a 3 hétben 200 évet fiatalodott a Föld, a Lajta folyó, ott folyik el az édesanyám boltja mellett, Mosonmagyaróváron, de kék volt, de kék. Tudjátok, mikor volt kék? Mikor én annyi idős voltam, mint a kislányom. 3,5 éves, akkor kék volt. Még a Duna is kék volt, én még abban fürödtem. Abban fürödtem, kék. Égszín kék. Abban a 3 hétben regenerálódott a természet. Pillanatok alatt. Őzek jártak be a falunkba. Őzek. A főúton sétáltak. Nem nálunk, de láttam róla a videót. Cilike hova tűnt a Cilike? Nem a Kassler? Az most valaki meg tudja nekem mondani? Kassler miért van 24 órás védelem alatt? Megfenyegették vagy? Vagy eljárás van ellene? Valaki meg tudja mondani? Hát az illetékesektől nem kapok választ. Pedig most írtam neki e-mailt, hogy szeretném tudni, hogy a Kasslernál miért az adófizetők fizetik a 24 órás védelmet. Én nem kaptam választ, pedig közérdekű adat. Adófizetői pénzből van ott tartva a rendőrség meg a TEK. Tehát innentől kezdve közérdekű adat. Mert nem a miniszterelnök jelentette ki, hogy ja, én úgy féltem ezt a Kassler, Miki gyerekek, úgy féltem, hogy még valaki elvágja a torkát, vigyázzatok már rá. Nem, nem. Nem jött ki belőle a törvény, hogy minden miniszternek házi őrizetbe kell lennie, és nap 24 órájában vigyázni kell rá. Közérdekű adat, tehát érdeklődnék, hogy az én adomból, meg a ti adótokból mire költünk. De még nem kaptam rá választ. Mondom, a sajtóosztály most kitalál valami szaftos, jogilag összetákolt mondatokat, hogy az embernek jogász kelljen, hogy megfejtse, hogy miről is szól a dolog, de még nem kaptam rá választ. Aztán a mai napon Torockaiék is Pesten vannak, Urabi Ágiék is Pesten vannak. Láttam mind a kettő élő videót, hallgattam beszédeket. Minden héten megvan a maga igazság, meg maga hazugság tartama. De ha nem is hazugságnak nevezzük, hanem valótlanságnak, az már éppen elég. És akkor a Gurabi Áginak a mondandójából idéznék, mert ezek az emberek ezek szeretnek idézni. Persze eszetlenül, mert legalább egy olyan idézet benne, ami mondjuk arra a rendezvénynek a célja. Vagy a Gurabi Ágiék célja lenne, vagy az ország célja lenne, de ez nem így volt, és most elmondom az idézetet, nem fogom szó szerint, de úgyis tudjátok, hogy miről van szó. Régen voltak ebben az országban, a szkíták, meg a hunok, meg a magyarok között voltak táltosok. Ugye ezek ilyen tudó emberek voltak, látó, tudó emberek voltak, és elmondták a tutit. Nem spirituálisak voltak, ezek tudó emberek voltak. Táltosok, ezeket így hívták, táltosok. És a legutolsó magyar táltós azt mondta, hogy Attila kardja akkor fog a legfényesebben csillogni, meg ragyogni, majd ha a hunok, meg a magyarok ivadékai újra összeállnak, egy cél és egy akarat. Ez a lényeg. Hát nekem nem célom vonulgatni maszkért, oltásért, vakcináért, lezárásokért, devizáért, nekem ez nem célom. De ha már Gurabi Ági is tisztában van vele, Fóris Eszter is tisztában van vele, Hajnal János is tisztában van vele, Geri Tibor is tisztában van vele, a Bertalan Attila is tisztában van vele, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen, akkor amikor azért vagyunk innen az utcán, mert azzal az egészet így lesöpörtük az asztalról minden estől, devizástól, maszkig, az összes 12-től kivetett adóig, jogszabályig, törvényig, amilyen bennünket, magyarokat, adófizetőket, állampolgárokat sújtanak, akkor ott kell lenni, nem szövegelni kell,
meg úgy kell odahívni az embereket a parlament elé, hogy a lovas szoborhoz. Gyerekek, azt úgy hívják azt a szobrot, hogy Rákóczi. Azt, ha nem tudod, akkor méltatlan vagy annak, hogy magyar legyél. Azt Rákóczi szobornak hívják, nem lovas szobor. Azt Rákóczi szobornak, annak az embernek köszönhetjük, hogy magyarul beszélünk. Például, annak is köszönhetjük. Mert az rendet rakott 200 lovas katonába ebbe az országba. És lényegesen nagyobb ország volt. Lényegesen nagyobb ország volt. Kevesebben laktak, az igaz, de nagyobb ország volt. Lóval járt a körbe, azt rendet rakott. Tehát ha ezért vagyunk utcán, és mindig ilyen csodaszépeket idéztek, akkor ez az idézet jusson el hozzátok. Ott kell lenni. Egy cél, egy gyakorlat. Most mondtátok ki, ott feszítettek a kamerák előtt, a mikrofonnal a kezetekbe, akkor meg lehet mutatni. Meg lehet mutatni, oda lehet állni. Alaptörvény, közjogi érvénytelensége mellé. Oda lehet állni, le lehet rakni a voksotokat. Oda. Ebb irány én is tudok. Megfáztam, nem vagyok covidos. Csak megfáztam. Egy picit. Meg már fáradt vagyok. Az a helyzet, fáradt vagyok. Meg még szombattal, aztán mindig Ausztriában csámborgok. Szóval ennek a... az egésznek annyi lenne a lényege, és ezt erről beszélgettünk a Gyurival is a műsorban, a rádió műsorban, hogy az alaptörvény egy gyökere mindennek. Ugye ez olyan, mint egy növény. Abból jönnek ki levelek. Képzeljétek el egy-egy levelet, egy jogszabálynak, egy rendeletnek, egy adónak, vagy bárminek. De a gyökér, ha letéped, attól még gyökérről újat fog hajtani. De ha kitéped gyökerestől az egészet, akkor megszűnt minden. Igaz? Az a gyam, vagy gyomnövény, kinek ki hogy hívja, az elkezd száradni a napon, a tűző napon. Ez lenne a lényege. Hogyha azért megyünk ki az utcára, mert az alaptörvény közjogilag érvénytelen, akkor lesöpörtünk mindent. Akkor lesöpörtünk mindent az asztalról. Az összes rendeletet, az összes szigorítást, a devizások fősóhajtatnak, aki 2012. január 1-től jogfosztott, az fölélegezhet, mert ismét emberként éhet. Emberként éhet. Ez lenne a lényeg. Addig, amíg nem ezt tesszük, amíg különböző vonulgatásokon, rendezvényeken, nemzetgyűlésben meg ilyenekkel gondolkodunk, nem jutunk előre. Ezek szándékosan félrevezetik az országot, mert mindig valami hamis reményt adnak. Nézzétek meg, vagy hallgassátok meg, de ha gondoljátok, kiposztoljuk ide. Telep a Kossuth Rádió Krónika című műsorában az alaptörvény kezdték el feszegetni. Az alaptörvényt. Nézzétek meg, meg hallgassátok végig kérlek a ellenzéki politikusokat, hogy milyen zagyvaságokat beszélnek. Csak hallgassátok meg Márki-Zajt, hallgassátok meg a másik kettős állampolgár Dobrevet, mert ő ugye meg bolgár állampolgár, mert ott született. Bolgár-magyar, tehát ő is kettős állampolgár, ne felejtsük el. Nem csak a Márki-Zaj. Az egyik elismeri, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen, ez a Márki-Zaj Péter, hám de valami választásról beszélget. Értitek az agyvaságát? Értitek? Tehát az alaptörvény közjogi érvénytelenségét ő elismeri, de valami választósít akar játszani jövőre. A másik, ez a Dobrev, nagy kedvenc, kinyilatkozza, hogy az alkotmány megalkotóit ki kell dobálni a parlamentből, felelősségre kell vonni őket. Mert az alkotmány meg kell változtatni. Miről beszélsz? Cucu, te vagy politikus? Én egy egyszerű kamionsofőr vagyok. Husi, hát te akarsz miniszterelnök asszony lenni? Alaptörvényünk van, te főkör. Azért azt elmondom, hogy az alkotmánynak a megalkotásába apró Antal is részt vett. Akkor neked is börtönbe kellett volna megszületned. Hát tudjad, hogy mit beszélsz politikus létedre? Alaptörvényünk valami közjogilag érvénytelen. Ami érvényes, az az alkotmány.
Ez a mai napig érvényes, nem lehet hatályon kívül helyezni. Hiába volt ott a Ferkón. Mert a Ferkó ugyanúgy részt vett ebbe az egészbe, ebbe az összes mocsokba. Kisbarátom. Csak úgy elmondom nekem, mint tudatos választópolgár, mint egy felelősségteljes apa, hogy én tudom, hogy mit beszélek. Kamionsofőr létemre. Te meg politikusként nem tudod, hogy miről beszélsz. Barom. És ezek közül akartok választani? És akkor elmondjátok, hogy ki lesz. Gyerekek, halljátok, amit ezek mondanak? Szoktátok őket hallgatni? Majd hozzáteszi. Dobrev kisasszonyról beszél. Ha nem érünk el sikert a választásokon, kapaszkodj, én is ezt teszem. Majd akkor kimondjuk a alaptörvény közjogi érvénytelenséget. Érted? 1-2-X. Mi a Totó? Gyerekek, hát milyen politikusok ezek? Milyen politikusok ezek? Ezek közül akartok választani karizmatikus vezetőt? Hát ezek tették tönkre az országot. Azért tartunk itt, mert tudatlan faszokat raktunk be a parlamentbe. Nem a Jancsi bácsit hívtuk be, a kereskedelmi ügyi intézőnek, aki világéletemben kereskedelemben dolgozott. Nem, ilyen paritja faszokat beraktunk, mert ő egyetemet végzett, ő neki megvan a tudása, egyetemet végzett. Hát nézzétek meg a nővért, diplomája van róla, hogy gyilkolhat. A nővér el is ismeri. És mi mindig otthon ülünk, aztán még megnéztük az élő videót telinyomtuk mérges fejjel, jól kibasztunk vele, mérges, odaírtuk, hogy dögölj meg! Mert durvábbat is odaírtunk, kap be a faszom! Az is oda volt írva. Változott valami? Változott valami, gyerekek? Azért, mert te odaírtál valamit? Változott valami? Nem vetted észre, hogy ahhoz, hogy változzon valami, te kell lesz? Te is kell lesz? A férjed, feleséged is kell. Nem jöttetek még rá, hogy ezt csak együtt tudjuk elérni? Bertalan Attila nem tudja magával elérni, mert a Bertalan Attila csak magával tud összefogni. Ugye? Meg a kis ujjával. Ha a Covid még nem rágta le róla a körmöt. Ugye? Akkor már lerágta a körmöt a Covid, kézmosás előtt, akkor be van kötve a kezem. Gyerekek, hát tudatosuljon bennetek, a változást együtt tudjuk elérni. Csak és kizárólag együtt. Én adom a hangom hozzá. Adom. És? És akkor hallottam egy ilyen élő videóban egy perces részletet. Tudjátok mi a különbség? Figyeljetek! Tudjátok mi a különbség az alaptörvény és az alkotmány között? Elhangzott az élő videóban egy kérdés. Meg is válaszolt a saját maga szintjén. Semmi! Az mind a kettő ugyanazt jelenti. Alaptörvény is alkotmány, csak nem úgy hívják. Hát engem se hívnak Gizikének, Attilának hívnak. Attól függetlenül még ember vagyok, abban a fajtában. Gyerekek, ha nézzétek már meg, kiket kezdünk el megint követni, ki után akarunk menni. Ezek után az emberek után nekünk nem kell menni. Nekünk elmondtam, hogy az alaptörvény közjogi érvénytelensége mellett megyünk ki. Nekünk nem kell tárgyalni Orbánékkal. Nincs fölöttünk joghatóságuk. De ezt én egyedül hiába mondom el. Egyedül hiába mondom el, ehhez ti is kelletek. El tudom magam üvölteni, hogy a sarki fűszeres is vigyázva bassza magát. De nem vagyunk ott 100 000-en, egy időben, egy helyen, egyszerre. Nem vagyunk ott. Az ENSZ dokumentum alapján, az önrendelkezési dokumentum alapján viszont ott kell lenni az állampolgárok 1%-a. És minél jobban húzzuk az időt, annál több lesz az idegen szívű az országba, és most nem bírunk elővenni 100 000-et, néhány év múlva majd 140 000-et kell elővenni, majd 200 000-et kell elővenni. Nem lenne egyszerű most elővenni azt a 100 000-et, aki elindítja a változást? Mert most az a 100 000 megvan, csak hát föl kéne állni. Föl kéne állni. Hát kéne beszélgetni. Hogy te figyelj, hát a szomszéd, az a helyzet, te is szarul élsz, meg én is szarul élek. Változtassunk rajta. Ez így fog működni, ez különben így nem fog működni. Amíg ti nem kezdtek el kommunikálni, meg nem kezdtek el beszélgetni, nem fogunk előrébb menni. Hiába rakjátok ide a like-jelet, a szíveskés jelet, az nem kézzel fogható.
És sok ember otthonról a klaviatúra mögül azt hiszi, hogy azzal, hogy megtette a saját kötelességét. Nem. Föl kell állni, oda kell menni. De mondtam, a héten kijövünk azzal, amit ígértem, majd jövő héten, karácsony hetébe, és akkor meglátjuk, hogy ti hogy döntötök. Ti meglátjuk, mert ugye azt mondták, hogy ti vagytok a főnökök. Azt mondták. Meg azt is elmondták, hogy rájuk nézve alaptörvény ellenes. Én mondtam, hogy jegyzeteljetek. Nem véletlenül kértelek benneteket, mert ez mind alapja. Meg hogy ők a népet, nemzetet szolgálják. Ezt se felejtsétek el. És ők felesküdtek az alkotmányra. Ezt mondta Viktor. És nem nevette el magát. Nem. Mert ő is össze-vissza beszél. Nincs két egyforma mondat, ami elhagyná a száján. És arra se álltatok föl, amikor azt mondta a Hűség városába, hogy ellenállunk a brüsszeli emberkísérletnek. Erre se keltetek föl. Hol döntik el a vakcinázást? Brüsszelbe. Ki dönti el a vakcinázást? Brüsszelbe. Az elnök asszony, aki titkosította a Pfizer összetételét, illetve azt is titkosította, hogy mennyi az oltás károsult számokba. 50 évre. Már megvan a dokumentum, meg lehet nézni, át tudom küldeni bárkinek. Megvan. Ki az igazgató asszonynak, vagy a elnök asszonynak a férje? Hát a Pfizernek az ügyvezetője. Kéz, kezet mos alapon. Csak ide akartok tartozni? Ehhez a mocskos Európához akartok tartozni? Ehhez az Unióhoz? Aki büntetlenül írt benneteket? Ehhez? Aki büntetlenül korlátoz benneteket? Ide akartok tartozni? Vagy menni akartok Viktor után? Vágóhídra, mert Viktor oda hív benneteket. Holott ő kimondta, ember, kísérlet, miért se kapjátok föl rá a fejeteket? Ezt azt hittem rosszul hallok. Na most mindegy, erről már nem élő videózok, mert megint levesznek. Ez meg egy szűz profil, gyerekek. Ezt úgy csinálták barátaim. Jöhessek közétek. Ezt nem akarom, hogy elmenjen. Tehát itt azért próbálok óvatosan fogalmazni. Próbálok. Hát a Pfizer elnöke, meg a mi Ursulánk, ez férj és feleség. Miért lett a Pfizer titkosítva? Miért csak a Pfizer lett titkosítva első körben? Aztán persze minden titkosítva lett, mint kiderült, mert az összes vakcinának az összetevőjét titkosították 50 évre. Az összesen. És akkor kérdeztétek, jött a kérdés, hogy a parlament megszavazta-e a magántulajdon átvételét. Nem szavazta még meg a parlament, legalábbis törvény nincsen róla, törvénytárban nincsen fönn, tehát az európai törvénytárról mondom. De tovább meg a napi renden se volt, holott záró szavazás lett volna. De erről is hallgat Orbán Viktor, Magyarország ZRT miniszterelnöke, hogy mi történt a háttérben, hogy ez el lett tusolva ez az ügy, de arról is szeretném kérdezni a ZRT miniszterelnök urát, hogy a kisajátítási törvény, azt miért kellett megszavazni? Így SOS-be, hogyha az Európai Parlament viszont nem szavazott róla, hát kérdezzem meg. Tehát a kettős mérce, hogy majd azt mondjuk, hogy az EU vette el, nem a magyar állam. Mert az EU szavazta meg. Csak most szorít a kötél pajtás, mert az EU nem szavazta meg, de a Fidesz megszavazta. Mint ahogy a vész helyzetet is, 133 ember szavazta meg. Egy nem, és két tartózkodás ellenében. Hát a többiek, azok se járnak be dolgozni. Ez ilyen nagy divat lett, hogy képviselők vagyunk, aztán megyünk a parlament házatájára se. Nem? És akkor fölvetődött a Gyuriba egy egész jó ötlet. Hogy keresünk olyan alkotmánybírót, alkotmányjogászt, aki kormány közeli, és üljünk le vitázni az alaptörvény
érvénytelenségével kapcsolatban. Strump István neve merült föl, Gyuri ismerős, engem csak ismerősnek jelölt, de én elutasítottam, mert ő viszont a legutolsó publikációjában, mert átolvastam, elismeri, hogy az alaptörvény életben van. Hát én egy egyszerű ember vagyok. Onnan jöttem közületek. De én bármikor lemerek vele ülni, vitázni, és bármikor kiállok a 89-es ideiglenes alkotmány mellett úgy, hogy nem tanultam jogot, de azt tudom, hogy ők milyen jogsértést követtek el. És bízok benne, hogy nem fogja zavarni Strump urat, hogyha mondjuk velem kell leülni, vitáznia. És bízok benne, hogy el is fogja fogadni a meghívásunkat, és akkor meglátjuk, hogy hogy védi azt, ami közjogilag nincs. Azt. Ezt tudjátok, ez olyan dolog, nekem is van 1 millió forintom, foggal, körömmel védem. Valójában nincsen, de erről nektek nem kell tudni. De én azt mondom, hogy van. És abban az 1 millió forint a cserébe megveszem a házadat. És a házban lévő összes érték az enyém, és neked is volt 1 millió, akkor nekem már 2 millió van papíron, de csak 1 millió van. Tehát te elhiszed, hogy nekem 2 millió van. De azt is elhitted, hogy 1 millió van. Mert én azt mondtam. Ők is azt mondják, hogy van alaptörvényük. Holott nincs. Csak arra hivatkoznak. És hogyha egy átlag ember meg tudja védeni a 89-es ideiglenes alkotmány, akkor nem hiszem, hogy a jogásztársadalom meg az ügyvédtársadalom nem mer fölállni. Akkor nem hiszem. Nem hiszem. Mert ennek már réges-régen föl kellett volna lépni. Nem csak jogunk van hozzá, hanem kötelességünk is. Amikor az alkotmányos rendet erőszakkal próbálják megdönteni, és 2012. január 1-től 2011. április 18-as gyalázatos parlamenti szavazást követően erőszakkal döntötték meg az alkotmányos rendet. Tehát nem én akarom az alkotmányos rendet megdönteni, hanem az én célom az alkotmányos rend helyreállítása. Kettő között óriási különbség van. Óriási. Mert ők döntötték meg. Ők. Csizmadia Lacinak meg azt üzenem, de akkor vegyék a fáradtságot, aztán nézzék meg, hogy miért érvénytelen az alaptörvény. Minden embernek nem tudom a szájába rágni. Nem tudom a szájába rágni, hogyha önmaga arra alkalmatlan, hogy utána nézzen. Ha utána néz, akkor észre fogja saját magától venni. Mert nem egy bonyolult dolog. Csak Kollár Gyurit kell meghallgatni, és már ott megdőlt az egész. Nem kell tovább menni. Egy 2011-es videót kell végignézni. Egy 10 éves videót kell végignézni, hogy miért érvénytelen, amikor egy alkotmány jogász kimondja, hogy miért érvénytelen. Ilyen egyszerű, mert szabálytalanul született. Mert szabálytalanul született, azért. Ezt végig kell nézni, ezt a videót, de gondolod, kirakom. De kint van nálam. A saját oldalamon kint van rögzített posztként, hogy miért érvénytelen. Akkor nézzék meg azt! Nézzék meg! Kollár Gyuri ott elmondja. Na azért érvénytelen. Azért kell kimenni az utcára. Azért kell kimenni az utcára. Aki meg nem érti meg még azután se, az ugyanolyan, mint aki már a 3. vakcinát fölvette, és már 4. áll sorba. Menthetetlen. Mert annál egyszerűbben, és nem jogilag van megfogalmazva, Laci, nem jogilag van megfogalmazva, átlag nyelven fogalmazott a Kollár Gyuri, elmondta, hogy miért érvénytelen. Az embereknek azt az egy mondatot sikerült megjegyezni, hogy miért érvénytelen,
akkor tudja, hogy át van vágva. És akkor tudni fogja, hogy kidöntötte meg az alkotmányos rendet erőszakkal. Azok, akik bennünknek a parlamentben. Azok. Tehát le lettünk szándékosan putítva a média által. Ma egy ismerősöm el volt valami termelői piacon, Budaörsön, azt hiszem, ott van valami termelői piac szombatonként. Utóbbi napokban sokat beszélgettünk. És mondja, hogy újra támad a sötétség, már a termelői piacon is, mert a vásárlók 30%-a már maszkot hord. Húha! 30%-a. Itt Ausztriában akkora szigorítások vannak, gyerekek. Megálltam Meggenhoffennél tankolni. Mellettem állt egy magyar Renault Trafic. 9 személyes kisbusz. Pécsre mentek. Kiszálltak, vették fel a maszkot. Mondom, te cuccom, minek veszitek maszkot szabad téren? Ó, kötelező, Ausztriában olyan szigorítás van. Nem mondom, egy éve nem veszek fő maszkot. Ne viccelj már velem, mondom, hogy be is megyek. Hol nem mersz bemenni? Ki fognak küldeni, mondom, engem? Hát mondom, nézd már meg, mondom, a személyzetem van maszk? Hát rajta nincs, akkor rajtam se lesz. Bementem, fizettem, ezek ott álltak maszkba, azt utána vették le a maszkot. Hát mondom, gyerekek, ha nem álltok ellen, hogy sose lesz rend. Ilyen egyszerű, ellen kell állni. És ha egyszer 100 000 ember ellenáll, akkor mellé áll egy ország. Mindegy, mindegy az, hogy milyen a politikai beállítottsága. De mellé fog állni, mert már az oltott társadalmat is hergeli. Ez a nyavaja, meg ez a szigorítás. És egyre többen beszélnek, hogy milyen mellékhatásai vannak a vakcinának. És most már azok beszélik, akik megkapták, és orvosilag tudják bizonyítani. Ambuláns papírokkal, hogy a második, harmadik oltás után milyen mellékhatásaik voltak. Vagy azok is konteósok? Kedves oltottak, akik közületek fölmernek állni, és elmerik mondani, hogy mi a baj a harmadik oltás után. Akkor szerintem nem velük van ám a baj, meg nem az oltatlan társadalommal, hanem azzal van baj, hogy az az agyrágó bogár, ami annak idején megtámadott, az éhen halt. Itt fönt, itt. Az éhen halt. És nem látod a logikát. Meg volt ilyen játék, emlékeztek? Ilyen logikai sorrendek. Emlékeztek rá? Technika órán, vagy nem is tudom, hogy hol szoktam, vagy matematika órán, általános iskolában. Számtan órán, ahogy még az én 30-as füzetemen rá volt írva, akkor még úgy hívták, hogy számtan. Aztán jött matematika. Előtte számtan volt. Így fog működni. Ki lehet menni a gyerekek vakcinázása mellett, és megvan róla írva a törvény, úgyhogy nem kell rajta gondolkodni. Az operatív törzs megizzadt a törvény megalkotásával, mert ezt megcsinálták már nyáron, csak most arra kell ráfogni, hogy őt csinálták meg. Úgyhogy lehet hallgatni nagy beszédeket a brüsszeli emberkísérletről, mert meg megvédtük az országot a migránsoktól. Gyerekek, 2015-ben, ahó, 2016-ban már nem volt migráns a határon. Miről beszéltek? 2021-ben elvtársad, dekerám az óra, haló, 2021. December 18, a 17, hányadika van? Isten tudja, hányadika van. Mert megnézem, hogy pontos legyen. Nem tudom megmondani. Na mindegy, szóval decemberre van, nem 2015 decemberre van, nem, hanem 2021, eltehet 6 év. Jó reggelt, képviselők, rizsacsökkentők, jó reggelt, mit pigrásoztok még mindig? Nem is értem. Nem is értem. Mit migrásoztok? Miért mentek vissza a honfoglalásig?
vagy a tatárjárási. Megvédtük a tatároktól az országot. Fegyverbe magyar harcolunk, Brüsszellel. Mindig harcolunk valakivel. Mindig. 2010-től csak olyan csatákat vívunk, amiben nem vettétek észre, hogy a Fidesz jött ki győztesen. Mind a mi javunkat szolgálta. Az én pénztárcám mégis üres. Nagy előrelépéseket szereztünk az Európai Unióba. Óriási támogatási összegek jönnek. Magyarország jobban teljesít. Fejlődik az ország. Miről beszél ez? Milyen propaganda ez? Mi mindig migrásozunk. És a média az meg nyeli a migráns sztorit. Adja nektek be képernyőink keresztül, hogy mindig jönnek a migránsok. Mert megvédi a migránsoktól az országot. Az ellenzéktől. Mert már azzal párosítják össze. Na, a 18-e van, köszönöm szépen. És volt egy kérdés, hogy Győrbe igaz-e, hogy meghalt két diák az egyetemen? Nem tudom megmondani. Én nem hallottam. Na, a keresztfiamat megkérdezem, mert az oda jár, hogy ő mit hallott. Ha igaz a hír, akkor biztosak lehetnek arról, hogy hírzálat van. Ha meg nem igaz, akkor nem igaz. Nem tudom megmondani. Annyi fajta hírt hallok, hamis hírek. Jött egy hamis hír, és el akarta velem hitetni, hogy igaz. Németországban, Berlinben kim vannak a traktorok, biztos láttátok ezt a hírt sötétbe. Kim vannak a traktorok és a Covid ellen tüntetnek. Miért? Tüsszög a tehén? Vagy a Covid megtámadta a buzát? Hát miközben a Covidnak a gazdákhoz? De nem is értettem. Hát mondom, küldjél róla felvételt. Küldött felvételt, figyelj! Sötétbe. Minden sárga volt. Mentek a traktorok villogói. Mentek. Már gyanús volt. Szóval kiderült, hogy 2019-es a felvétel, mert ugye a Goglia barátom utána néztem. De küldött egy másikat, hogy ez friss. Ez ma délelőtt. Most nézd meg a dátumot. Rajta volt a dátum. Gyerekek. Ez volt december 16-án. December 16-án virágzik a cseresznyefa. Virágzottak a cseresznyefák. De nem adta fel az IPSE. Küldött egy harmadikat, hogy nézzem meg, hogy a hírek valósak, mert a traktorok pótkocsival mennek végig az utcákon. Az is igaz volt. Az árvíz károsultakhoz mentek a traktorok, vitték a homokot, meg a targoncákat, meg a gépeket. Az is igaz volt. De semmi köze nincs a Covidhoz. Tehát én meglátom, hogy melyik a hamis hír, de hogy decemberben a cseresznyefa nem virágzik, az biztos. Az biztos. Hogy a gazda nem áll ki a Covid ellen, mert nem áll ki a Covid ellen, a kerge, marha, kóra ellen, amit kitaláltak, az ellen nem áll ki. Nem a Covid ellen. A tehén még nem jelezte, hogy ő Covidos, de most már az állatokra is veszélyes a Covid. Meghalt valami állat, valamelyik állatkertben, mert Covidos volt. Covidos volt, meghalt. Pedig a juhokat is bökik Covid ellen. Vettem tesztet. Most azért. Ez is Covidos. Beleraktam. Ez is Covidos. Megtúrtam. Ez is Covidos. Azért ilyen rohadt drága. Mert belekeverik ezt a szert, tudjátok? Belekeverik a Covidot. Mert az a plusz extra. Covid Red Bull-lal. Rakjátok be a tesztet, még a Red Bull-ba is kimutatja a Covidot. Miről beszélünk? Nekem nem hisztek, én kipróbálom előttetek is élő egyenes adásba, tehát nem félek, 1 euróért lehet venni itt tesztet. Nagy azt higgyétek, hogy nincsen 370 forintom egy tesztre. Még a sárgarépával megdörzsöd, még az is Covidos. Minden Covidos. Minden. Kezeden is rajta marad a Covid. Kezeden is rajta. Nem szabad készpénzt használni. Nem szabad. Meg mosni kell a kezünket. Mert a vírus, nem baktérium, vírus, az megragad a vírus. Ott ragad, harap. Ja.
Vannak ezek a játékok, ahol ez a oltakozzunk okosan. Jó, buta ember lehetett, aki ezt kitalálta, azt a játékot. Nagy iskola kellett hozzá. Terjesszük elő Nobel békedíjra az ilyen ökröt. Oltakozzunk okosan. Lehet ilyen játékot venni. Hármat rendeltem belőle, rögtön mondom, hát ha hiányzik. Későbbiek folyamán, hát ha nagy hasznát fogom venni. Érzitek? Jó pénzért el lehet adni. Na, láttátok, hogy a Covidot hogyan jellemzi? Láttátok, hogy milyen formában? Gyerekek, van ilyen játék, nem vettétek észre? Ilyen szörpamacsos gumi, kutyafasza, összenyomod, aztán világít. 10 éve forgalomban van. 10 éve. Mert valamelyik részeg Japán valamilyen szart akart legyártani, azt sikerült belőle, most erre fogták Covidot. Ugyanígy azzal a kis, hogy hívják, amit fogdoztunk, tudjátok, ilyen kutyának is oda lehet adni, ilyen rágóka, ilyen, Isten tudja, milyen gumipapucs. Mind a Nordiéknak a kajája, amit esztek, hasonló, csak ez kiforrott már, az még nem, a Nordiék kajája még nem, még egy adalék hiányzik belőle, de ez már kiforrott. Tudjátok, melyiket mondom, a Covidnak ezt a rágókát, ezt a nyomogathatod, világít meg, hangot ad meg, ilyen kis lufi jelsz belőle. Gyerekek, analizálta már valaki a Covidot? Papír. A szó elszáll, mondták nagy öregjeink, az írás megmarad. Üzenem Cilikének, Kásler úrnak, Rusvai doktor úrnak. Papír. Miből áll, mik az összetevői? Szeretném már látni az analizálást. Így 21 hónap után azért, gyerekek, azért joggal elvárom, hogy ebben a fejlett orvostudományban, ami ennyit fejlődött, 21 hónap alatt csak egy betegség van. Azért valaki analizálja már a Covidot, ha már arról beszélünk 21 hónapja, hogy Covid van, ha valaki rajzolja már le papírra, le a Covidot, hanem az analizációs jegyzőkönyvet, hogy megvan. Ne hazugsága ott, mint a Cilika, hogy analizáltuk a Covidot, a saját csapatom, jó nagy tapsot kérünk neki, kérte. Ott lement élő egyenes adásba, és Cilika még szabadlábon van, nincs letartóztatva. Nincs. De ha Bertalan meg azt mondja, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen, meg a Viktor azt mondja, hogy emberkísérlet zajlik Brüsszelbe, azért le lehet venni a Facebookról. Meg lehet korlátozni még azt a profilját is, amivel be se jelentkeztem. De már azt is korlátozták újra. Egyiken se indítottak élőt. Szuper. Nagyon szuper. Van még lejjebb. Azért ugye elgondolkodok, hogy azért nem áll olyan biztos lábakon ez a hatalom, hogyha egy-egy ilyen nagypofájút megpróbálnak így elhallgattatni, mint mondjuk engem, sokat gyára, ott valami zűr lehet, hogyha egy átlag magyar véleménye zavarja a csipáját a nagyuraknak. Nem gondolkodtatok el rajta? Ne ezen gondolkodjatok házi feladatnak. Ezen. És jövő héten ugye karácsony. Ádám Évát nem összekeverni a karácsonnyal. Ádám Éva, és utána van karácsony. Csugok, mert mindenki kellemes karácsony ünnepeket kíván. Ádám Éva. Hol van karácsony? Meg kéne tanulnunk újra, hogy mi mit jelent, gyerekek. Nem bántásképp mondom, és nem kritikának mondom. Meg kéne tanulnunk újra emberként élni. Tudni azt, hogy mi mit jelent. A május 1-e is fölvonulunk, de az nem az alkotmányunk ünnepe. Jó reggelt! Akkor csak megyünk, mert adta sört, meg virslit. Az nem az új kenyér ünnepe. Az nem. Az május 1-e a munka ünnepe. Azért, mert fölvonulunk, az egy dolog.
Van Ádám Éva, meg van Kalács. Ádám Évát úgy is szokták hívni, hogy Szenteste. De Ádám Éva. Na. Az nem Karácsony. Tehát nem a Karácsony Gergőre gondolok, nem arra. Szóval tanuljuk meg, hogy mi mit jelent. Ugye ebből kifolyólag szombaton nem lesz rádió, műsor, hát ne várjatok, mert én is a szeretteimmel leszek, és ilyenkor nem fogok alaptörvényezni, bár szoktam, családi körbe is szoktam, ott is szoktam ám az észt osztani, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Aztán, hogy lesz a kis karácsony, nagy karácsony, ezt nem tudom eldönteni továbbra sem. Ezt majd... Bár már külügyminisztériumunk is, kakadu, nemzet kakadúja is mondta, hogy igen jó munkát végzett a parlament, és lehet, hogy megússzuk mindenféle szigorítás nélkül, mert ha bevárni a szigorítást, akkor tudja, hogy kin lennénk az utcán, aztán olyan karácsonyt rendeznénk, hogy öröm lenne nézni, mi az oltatlanok. Na biztos, hogy lesznek még azért hírek, meg biztos, hogy egyre többet fognak ebben a nagy kapkodásban hibázni, meg tévedni. De jönni fogok még jövő héten. Hát szerda csütörtökre tervezem az utolsót. De örülnék, hogyha legalább annyit megnézzétek abban az egy videóban, és azt kezdetnétek el terjeszteni, hogy miért érvénytelen az alaptörvény. És hogyha egyszer az alaptörvény érvénytelen, akkor az minden egyes problémánkra a gyógyír, a kulcs. És az előbb-utóbb eljutna az emberekhez. És megérteni, hogy mit miért teszünk. És hogy én miért hőzöngök. Vagy miért kiabálok. Néha. Mert mindenki kiszaladgál itt az oltásokért, meg ezért azért. Viszont nem látják a fától az erdőt. És akkor... Adjon Isten fényeket! Temető helyet! Életet! Bár kérni nekem nagy szégyen, hát adjon akkor is, ha nem kérem. Kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét. Itt szombat 16:30-kor. Bízom benne, hogy családi körbe töltitek. Én most érem el Bécs városát. Már bent vagyok Bécsbe. Pihenjetek! Ne politizáljatok! Hétvége az a családé. Főzzetek finomat, egyetek jó ízűen, aztán jövő héten találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattatok. Most meg sajnálom, hogy egy élő videó miatt egy pár napig nem voltunk együtt. És kívánok nektek, illetve valamennyi ötök családjának továbbra is jó egészséget. Isten, haza, család. Ez a hármas, ha megvan. Ez a hármas, hogyha a zászlónkon rajta van. Akkor megtettük azt, amit emberként Isten szolgálatába, a haza szeretete mellett, a családunkért megtettünk. Vigyázzatok nagyon magatokra. További szép estét. Isten veletek. Sziasztok.